Laci, tiéd a szó. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Nem tudom, látszik-e a monitor? Azt hiszem, hogy ki kell, hogy töltse. Rövid bemutatkozásként Gáhidi László vagyok, a WWF Magyarország Erdővédelmi Program vezetője, és az erdők és a klímaváltozás kapcsolatáról fogok beszélni nektek. Nem csak hazai vonatkozásairól, hanem nemzetközileg is, tehát egy ilyen globális áttekintést igyekszem nyújtani. Magamról csak annyit, hogy biológus vagyok, az ELTE-n végeztem. Hozd meg a képernyődet. Hozzam meg a képernyőmet. Share screen, ott alul. Nem úgy megy, ahogy gondolom. Egyelőre. Share screen. Szuper! Szuper! Még egyet szerettem volna visszalépni, csak nem megy valamiért. Jó. Na, most akkor látszik, ugye? Tökéletes. Köszönöm szépen. Tehát még egyszer, akkor nekifutok, Gáhidi László, WWF Magyarország Erdővédelmi Programvezető, erdőkről lesz szó globálisan, hazai vonatkozásban, és hát, hogy hogyan hatnak az erdőkre, hogyan hat az erdőkre a klímaváltozás. Nyilván itt a nyitóképen is egy pici érzékeltetést kívántam ebből mutatni, tehát nagyon sok katasztrófaszerű esemény az, amire számíthatunk, és hát a médiából is sok ilyet hallunk minden évben. Hozzáteszem, hogy azért ezek nem mindig a klímaváltozással vannak összefüggésben, azért az erdőkre jellemző, hogy amióta a világ egy dinamikus rendszer, és hát a klíma az mindig is hatott rájuk, nem csak most, amikor azt mondjuk rá, hogy változik, ami valójában azt jelenti, hogy jobban, vagy gyorsabban, vagy intenzívebben változik, mint az elmúlt év századokban, vagy évezredekben akár. De természetesen a távoli régmúltban azért voltak a mostanihoz hasonló komoly klímaváltozásos események is. A WWF-ről csak tényleg nagyon röviden, itt bal oldalt mutatom, 25 éve vagyunk Magyarországon, egyébként 1961-ben alapították ezt a Nemzetközi Természetvédelmi Szervezetet, NGO-t, és hát világ legtöbb országában dolgozunk. Még itt mutatnám a jobb oldalon, hogy Magyarországon legalábbis a munkánk nagyjából négy pillérre támaszkodik. A vizekkel, édesvizekkel, főleg a magyarországi nagy folyókkal foglalkozunk. Az éghajlatváltozással ugye ez az erdőkkel is összefügg. Az erdővédelemmel, és hát igyekszünk egyfajta ismeretterjesztést különböző területeken kifejteni. Igen. A következő dián csak a tevékenységeinkből ilyen felvillantásszerűen vannak terepi projektjeink, amik például élőhely rehabilitációt szolgálnak az Alföldünk közepén Nagykörös határában egy erdősztyep tölgyest igyekeztünk a Dunai-Poly Nemzeti Park segítségével, illetve a város segítségével helyreállítani. Egy lentebbi képkockán egy tavalyi figyelemfelhívó akciónkról egy fotó, hogy a Bükki Nemzeti Park kellős közepén vágták ki tavaly az egyik legidősebb erdőt Magyarországon. Bocsánat, közben a fülesbe hallok valamit, ezt ha valaki hangosan megismételné, ha ez rám vonatkozik. Ha nem, akkor folytatom. Emellett a természetközeli erdőgazdálkodásnak a gyakorlatával is igyekszünk foglalkozni különböző partnerek segítségével. És hát a nemzetközi beágyazottság keretei között a hazai, illetve a kárpáti őserdőkkel is kapcsolatban vagyunk, tehát szlovák, román, ukrán kollégákkal együttműködünk. Néhány pontban megpróbálom összefoglalni, hogy miről lesz most szó ebben a következő 20 percben. Tehát egy kicsit beszélek arról, hogy ugye klímaváltozás van, ezt mindannyian tudjuk, ez nagyjából azt is jelenti, hogy
az erdők mozogni fognak, az erdőket alkotó fafajok mindenek előtt. Nagyon sok katasztrófára fogunk, vagy számíthatunk, fog bekövetkezni, nem csak úgy, mint tavaly. Sokat fog hivatkozni az erdőgazdálkodásra, mint olyanra, hiszen az erdőgazdálkodás, az erdők átalakítása ültetvényekké, vagy valami más típusú mezőgazdasági kultúrává, ez a klímaváltozással összefüggésben egy komoly problémát jelent. Azt is mondhatnánk, hogy ez a kettő együtt, tehát a klímaváltozás, illetve a hagyományos emberi tájhasználat, erdőhasználat, fahasználat, kettő együtt adja ki azt a hatalmas terhelést, amit most az erdők világszerte kapnak. Kicsit beszélek majd arról, hogy milyen reményteli lehetőségeink vannak, tehát az erdőgazdálkodásnak vannak olyan módszerei, amik jobbak, mint a megszokottak. Az erdőket nem muszáj kezelni, tehát a vadonoknak nagyon komoly szerepe lenne abban, vagy lesz majd abban, hogy az erdők egy kicsit jobban átvészeljék a klímaváltozást, legalább a világ néhány pontján. És hát arról is fontos szót ejteni, hogy maguk az erdők, azok igazából, hogyha jól kezeljük őket, és nem rakunk rá még nagyobb terheket, akkor valójában sokat segíthetnek a klímaváltozás mérsékelésében. A klímaváltozásról ma már talán nem kell senkit meggyőzni, hogy létezik. Tényleg ezt akarjuk, ugye szól ez a felirat. Én azt gondolom, hogy nem ezt akarjuk, de mégiscsak ezt csináljuk. És hát ez a kis kereszttábla mutatja, hogy ez nem csak abban jelentkezik, hogy egyre melegebb van az egész világon gyakorlatilag, hanem egyre komolyabb időjárási eseményekkel, például hurrikánokkal, tornádókkal, és itt Európában is komoly szélviharokkal kell szembenéznünk, ami hát az erdőkre is hat. Hát egy gyors kis ábra, nem fogom az egészet kirészletezni, ez az erdészeti szektornak az összegzése, hogy mi minden rosszra számíthatnak. Ugye, aki nem beszéli annyira folyékonyan az angol, csak gyorsan itt felvillantok, tehát amitől nem csak nálunk félnek, hogy az erdők helyét a gyepes élőhelyek fogják átvenni. Ugye szárazságot kevésbé toleráló fafajok, azok nem fognak tudni felújulni, megjelennek olyan fafajok, amik viszont jól bírják a szárazodást, gyakoribbak lesznek az erdőtüzek, a vízszint csökkenni fog, nagyon nagy problémát fog jelenteni a hagyományos erdőgazdálkodásnak a fenntartása olyan formában, ahogy most megszoktuk, ami persze nem feltétlenül baj, de minden esetre egy nagyon komoly átállást fog majd jelenteni, kell jelentsen. A következő ábra talán a legmarkánsabb, meg legtávolabbra ható következményeit mutatja a klímaváltozásnak. Itt egy kanadai példa, mert ugye egy jó nagy területű országon lehet talán ezt leginkább bemutatni. Itt az amerikai rezgőnyárnak a bal oldalon látszik a jelenlegi elterjedése, tehát az a kicsit barnásos folt mutatja, hogy egyáltalán hol találkozunk vele. Ugye látjuk, hogy a Kanada egészen északi részein nem annyira jellemző, de attól eltekintve egészen le az Egyesült Államok közepéig jellemző, vagy megtalálható. És akkor van itt a nagy tavaknak a sávja, ahol viszont zonális, tehát meghatározó fafaj. És látjuk azt, hogy ez mondjuk a 2070-es évek és a 2100 között fel fog csúszni egészen szinte a sarkokig, és hát valószínűleg Grönlandon is nyárfával fogunk találkozni. Itt fontos egyébként megjegyezni ugye ennek a barna területnek a jelentőségét, tehát nem arról van szó, hogy ennek az egész zónának így önmagába el kell kezdeni mozogni északra, hanem az fog majd bekövetkezni, hogy azokon a területeken, ahol most még nem domináns a nyárfa, ott majd egyre inkább meghatározó fog válni. Nyilván ezeken az egészen északi területeken szükség lesz a kolonizációra. Tehát ez önmagában nem tragédia, ez amióta a világ a fafajok mozognak. Ugye az a igazán nehéz most, hogy ez nagyon gyorsan kell, hogy megtörténjen, és hát ez ugye az emberiség gazdasági, tehát legalábbis ami a fajnak termeléssel összefügg, gazdasági körülményeit is nagyon erősen befolyásolja.
nagyon sok drámai változással jár ez a mozgás. Ugye katasztrofákról is lehet beszélni. Ilyenek például azok a rovarkárok, amik Közép-Európában eléggé jellemzőek, tehát ahogy melegszik a klíma, a különböző szúfajoknak az elterjedő képessége az egyre, illetve fertőző képessége egyre intenzívebbé válik. Ez a fotó például Németországban készült a Bajor Erdő Nemzeti Parkban, gyakorlatilag ameddig a szem ellát elpusztult fenyőket látunk. Csak még egy picit visszalépek, tehát azért tettem ide a kérdőjelet, hogy ez mennyiben katasztrófa. Az ilyen jelenségek természetesen is előfordulnak az erdőkben. Katasztrófa az mostanában kezd belőlük kialakulni. Egyrészt azért, mert klímaváltozás van, másrészt azért, mert az erdőket olyanná tettük a tájhasználat során, hogy eddig is nagyon érzékenyek voltak ezekre a hatásokra, de most ez meg is mutatkozik. Hasonló a szél döntések, széltörések ügye. Tehát itt a felső képen látjuk a 2004-es tátrai széldöntésnek a nem túl akkoriban viszonylag friss nyomait, és hát egy néhány évvel később Magyarországon is sok ilyen széldöntés történt, ez éppen a Mátra északi oldalán, ami a bal alsó képen látszik. És hát ami talán leginkább bejárta a sajtót tavaly, az ausztráliai erdőtüzek, tehát ez is egy olyan dolog, ami a természetben előfordul, megszokott, jellemző, sőt az ott előforduló fafajoknak ez valójában az életmódjához tartozik, hogy időnként leégnek. Vannak olyan növényfajok, fafajok, amiknek kell is az, hogy valamilyen kis intenzitású tűz érje például a magjait ahhoz, hogy kicsirázzanak. De ez a dühöngő tűzvihar, ami végig söpör az országon, a klímaváltozás hatására ez már egyáltalán nem természetes. Ugye ez a montázs mutatja, hogy ha Ausztráliát ráfektetjük Európa térképére, akkor micsoda óriási területen pusztított a tűz. Egyébként a teljes magyarországi terület hanvadt el. Az alsó kis képen egyébként, ha már itt Görögország is szerepel a térképen, ez a kis aprócska ország, így Ausztráliához képest. Ugye ez a kép viszont Görögországban készült, tehát a mediterrán területeken bizony Európában is egyre több tűzesetre lehet számítani. Egy kicsit békésebb vizekre, ha elvezünk, hogyan újul az erdő. Németországban készítettem ezt a képet. Azért fontos ezt megjegyeznünk, mert itt látszik az, hogy egyrészt az erdő a saját maga újul meg, tehát nem igazán szükséges az ember közreműködése, nem kell elültetnünk nekünk a facsemetét normális esetben, hanem az erdő alja az így néz ki. És a facsemeték között ugye ez például egy picike tölgy, ez egy kis kőr is, ez egy kis juhar, ez egy kis bükk, és így tovább, tehát megtalálható nagyon sok fafaj, és hogyha a klíma változik, akkor az is megváltozik, hogy ezek milyen eséllyel fogják elérni a lombkoronát, lesz belőlük idős fa, adott esetben a lombsátort meghatározó fafaj. Tehát lehet, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt a bükknek volt a legnagyobb esélye, most pedig a következő 40-50 évben sokkal nagyobb esélyt kapnak a tölgyek, és ezt egy finomabb léptékű erdőgazdálkodás során figyelembe lehet venni, tehát nem kell nekünk kétségbeesve új típusú, új máshonnan származó fafajokat előkeríteni, hanem ami van, az a készlet, abból az erdők helyre tudnak állni, csak egy picit segíteni kell nekünk ezeket az ökoszisztémákat. Mit csinálunk helyette? Ugye a hagyományos erdőgazdálkodásról fogok beszélni, faültetvényekről, illetve hát az erdőirtás is napirenden van a világ számos pontján, számos térségében. Ugye ez a kép például Oregon államban, tehát az Egyesült Államokban készült, annak ellenére, hogy a keleti parton, az USA-ban viszonylag természetközeli erdőgazdálkodás zajlik, a nyugati parton ezzel ellentétben a tarvágás az, ami meghatározó, és hát óriási területeken használják ezt a módszert. Ez egy rendkívül durva, barbár beavatkozás a természet rendjébe, és hát mondjuk 50 évvel ezelőtt az erdők úgy, ahogy meg tudtak újulni ilyen beavatkozások mellett is, de hát már akkor lehetett arra számítani, hogy ez nem fog a végtelenségig történni.
Tehát ezek a tájsebek egyre nehezebben gyógyulnak be, és a klímaváltozás az nyilván rátesz erre jó néhány lapáttal. A kis rajzocska a jobb felső sarokban az mutatja, hogy ezt sok helyen, ugye egyébként Európában is egyfajta tankönyvi példának tekintjük, hogy ugye levágjuk az erdőt, utána beültetjük, megvárjuk, amíg megnő, 100-120 éves korában levágjuk, mint egy ilyen vetés-aratás rendszer, és ez így mindenkinek jó. Valamilyen módon tervezhető így az erdőgazdálkodás, de vannak ennél jobb módszerek is. Ugye, hogyha egy őserdőben, tehát itt még mindig Észak-Amerikánál maradva történik a... bocsánat, itt közben nálam eltűnt a kép. Nem tudom, hogy mi történik. Nálunk is eltűnt. Lehet, hogy újra kell próbálkoznom. Szerintem valaki tévedésből megosztotta a képernyőt, ha te újra megosztod, akkor vissza tudod venni, azt hiszem. Aha, visszajösszett. Aha, most visszakerültem ide. Jó, köszönöm, visszakerültem. Tehát ezen a képen az látszik, hogy milyen drámai, amikor egy őserdő állapotú erdőben történik, ugye ilyen durva véghasználat, tehát ez az egyetlen fa, ami itt maradt, látszik a tövénél, itt egy kicsit kinagyítva, hogy milyen méretarányú egy felnőtt ember mellette. Lapoznék tovább, de valami akad. Jó, köszönöm. Visszaelvesztünk Európába, ez saját tapasztalat Skandináviában, Svédországban járva ilyen egy tanúsítás alatt álló erdőterület, szintén tarvágás. Ugye ez a gépszörny, amit itt a bal felső sarokban látunk, ez egy úgynevezett harvester. Szerencsére ezeket Közép-Európában nem annyira tudjuk alkalmazni, mert annyira nem bírják el a mondjuk egy bükkfának a súlyát, de északon a fenyőket ezzel remekül lehet nem csak kivágni, hanem utána még helyszínen földarabolni, kupacokba rakni, stb. Tehát valóban az északi erdőgazdálkodás az egy ilyen vetés-aratásra emlékeztet. A harvester egyébként magyarul aratógépet jelent. Ja, Magyarországon ami van, azért az sem teljesen szívderítő. Itt a Bükki Nemzeti Park kellős közepe, a tarkörről a körbe tekintünk, a már említett 180 éves erdő kivágott maradványai, illetve a lehordott faanyag felhalmozva úgynevezett sarangba. Nyilván tűzifának értékesíthető, de úgyse nagyon, mert egyre kevésbé lehet ma már tűzifát eladni. Itt belemehetnék egy olyan mellék utcába, hogy milyen szakmapolitikai küzdelmeket folytatunk azért, hogy védett területeken kevesebb legyen a fakitermelés, vagy ne ilyen jelleggel menjen. A nemzeti parkokban zónákat kellene kijelölni. Egyébként a napokban ez egy örömhír, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkban ez meg is történt. A Bükkre valószínűleg még várnunk kell, hogy ott is megtörténjen. Igazából erdős nemzeti parkokban lenne jelentősége annak, hogy úgynevezett vadon területeket megtartsunk, ahol nincsen ilyen fakitermelés. Ha lejövünk az Alföldre, akkor látjuk, hogy egy ilyen egyszerű Google felvételen, tehát űrfelvételen is, műhold felvételen is jól látszik, hogy ilyen kis saktáblákból áll az ország, minél inkább síkvidéken vagyunk, annál jobban szembeötlő. Aki el tudja olvasni, ugye Gödöllői Dombvidék tájvédelmi körzet, tehát a védett területeink is ilyenek. Ugye itt a jobb felső sarokban egy nagyon idős tölgyes, amit letermeltek tavaly előtt, ugye teljes talaj előkészítés. Tehát ezt ugye még egyszer jelzem, azért beszélek az erdőgazdálkodásról, miközben a klímaváltozás adja a címét az előadásnak, mert ez a kettő együtt hat igazán, együtt üt igazán, hogy úgy mondjam. Még egy kép a nagykörösi pusztai tölgyesekről, így ugye ez a kép közepén, ez a kis foltocska, ez egy igazi tölgyes, amilyen volt mondjuk a honfoglalás idején, de ugye az alföldi erdők nagy része az valójában faültetvény, és akkor itt át is eveznénk az ültetvények
világába, tehát a nagyvilágban is a természetes erdők nem döntő többségét, de vannak olyan régiói a világnak, például a Borneónak most már a nagyobbik részén ilyen olajpálma ültetvényeket látunk. Ugye az olajpálma, a pálmaolaj az benne van a kozmetikumokban, csokiban, rengeteg minden élelmiszeripari termékben, amit megvásárolunk, tehát mi magunk vagyunk a felelősek azért, hogy Indonézia és Malajzia, ami a világ pálmaolaj termelésének a nagy részét adja, erre vetemedik, hogy gyakorlatilag felszámolja a természetes erdőket, és akkor itt megint csak föl kell vetni a kérdést, hogy a klímaváltozás mire fog jobban hatni, a természetes erdőkre, vagy az ültetvényekre, melyiket hogyan lehetne megvédeni, melyiket kellene jobban megvédeni, vagy melyiknek a segítségével tudjuk a világunkat jobban megvédeni. Itt egyébként ezen a képen látszik, hogy ugye jóval nagyobb fatömege van egy természetes esőerdőnek, mint az olajpálma ültetvénynek, tehát az a szén raktározás, ami az erdőknek egy fontos szerepe, az már ezen a képen nagyon jól látszik, hogy valószínűleg esőerdővel sokkal inkább megoldható, mint ezekkel a néhány méter magasságú olajpálmákkal. És hát ugye a másik nagy ilyen tüzes téma volt az amazóniai esőerdőknek a pusztulása. Látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy jellemzőek az erdőtüzek, hanem ez egy emberi közreműködés. Valójában itt is az ültetvények kialakítása a fő szempont. No hát gyorsan átszaladok, mert látom, hogy az időm fogytán, hogy milyen alternatívái vannak a hagyományos erdőgazdálkodásnak. Itt a szállaló erdőgazdálkodásról, az örök erdőről, vagy már ezek mind ugyanazt jelentik, természetközeli erdőgazdálkodásról fogok beszélni egyfelől, másfelől pedig egy kicsit a vadonokról. Németországban járunk, a Steigerwaldban, ilyen nagyon szép természetes erdő, főleg bükk, illetve tölgy. Meg lehet azt oldani, hogy az erdő egy részében fát termelünk, egy részét meghagyjuk tulajdonképpen őserdőnek, illetve ez a lila vonallal jelzett fa, ez egy olyan helyen áll, ahol egyébként fakitermelés van, de a fát megőrzik az élővilág különböző fajai számára, ezt úgy hívják, hogy biotópfa. És hát ezek egy ilyen összetett rendszert alkotnak, különböző színű foltok mutatják azt, hogy ez egy ilyen mozaikos rendszer. Lehet úgy faanyagot termelni, hogy ne szabdalják szét a tájat vágás területek, hanem csak apró foltokban, szálanként történjen a fakitermelés. Nyilván a német precizitással ezt el is magyarázzák az érdeklődőknek, hogy hogyan fogunk fát termelni, úgy közben az élet is, az élővilág is megmarad. Magyarországon is vannak erre jó példák, a Pilisi parkerdő például a Hárshegy tömbjét azt egy ilyen szállaló, örökerdő, üzemmódú erdővé alakította át. Egyébként a nagyvárosaink környékén lehet ilyenekkel most már az utóbbi 15 évben találkozni, Budapest, Pécs elsősorban. És hát a vadonok, ez egy nagyon fontos témakör, ugye ez egy kimondottan őserdő, ahol a két úriember látszik Székelyföldről, ugye a bükki őserdő Magyarországból, és hát vannak az Alföldön is olyan erdeink, amik igazából vadonként működnek. Ezeknek a megőrzése a szén megkötés szempontjából nagyon fontos, a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából nagyon fontos, és hát ezek azok az erdők, amik jó példát mutatnak arra, hogy a klímaváltozás hogyan fogja megváltoztatni őket, és hogyan tudnak egészséges körülmények között átalakulva az új viszonyoknak megfelelni. Az erdőtelepítések az egy komoly lehetőség az emberiség kezében, de itt a jobb alsó képen érzékeltetem, hogy Libanonban, ahol ugye az erdőket 2000 éve vágjuk, hogy milyen viszonyok alakultak ki. Tehát amíg ebből mondjuk egy ilyen hegyoldalt újra erdősítünk, az hát nem holnap lesz. Úgyhogy az erdősítés az mindig egy kiegészítő lehetőség. Örömteli, hogy Magyarországon is elindultak ezek a mozgalmak. Reméljük, hogy pláne állami segítséggel nagy területeket fogunk tudni visszaadni az erdőnek, de sokkal egyszerűbb lenne a meglévő erdőterületeket megőrizni. Ugye ami egy fontos kérdés, hogy sokszor elhangzik, és akkor itt lesz majd a tesztkérdés arra a válasz, hogy vajon az őserdőket, ami a jobb alsó kép, érdemes megőrizni, ami ugye a szenet tárolja,
vagy pedig érdemes a fát mindig újra és újra kivágni, hiszen akkor elindul az erdőnek az újjá alakulása, erdőnek a felújulása, ami újabb és újabb adag szemet köt meg a levegőből, tehát ez egy ilyen folyamatos szén pumpának vagy szén nyelésnek tűnik első körben. És ezen az ábrán elnézést, hogy a végére mutatok ilyen nehéz dolgokat, de ugye talán egy picit, ha gyorsan elmondom, ugye az Y-tengelyen látszik, hogy az erdőben mennyi szén kötődik meg, mennyi faanyag van magyarán. Ugye itt ezek a görbék, ezek a vonalak mutatják azt, hogy mennyi szemet tárol egy gazdasági erdő, amiben állandóan fakitermelés van, vagy ilyen nagy nekifutásokkal, vagy a szállalóerdőknél ugye ilyen kis finom beavatkozásokkal. És ehhez képest egy őserdő, vagy érintetlen erdő, az mennyi szemet tárol, tehát jóval, sokkal-sokkal többet. Igazából ezeknek a megőrzése lenne a cél, itt is ugyanez, tehát egy tarvágásos rendszerben ennyi a szén tárolása, én nem látom, mert ide húztam a résztvevőket, de a grafikonnak a jobb oldalán van a kezelés nélküli erdő, sokkal-sokkal több szemet tárol, tehát ezeknek a megőrzése borzasztó fontos lenne. Összefoglalásként is ezzel kezdeném, illetve ez is benne lesz, tehát az erdők változnak, alkalmazkodnak, ezt tudomásul kell vennünk, helyre kell állítanunk az ellenálló képességüket elsősorban olyan erdőgazdálkodási módszerekkel, amiket elviselnek hosszú távon is. A meglévő természetes erdőket, ugye itt az őshonos fafajú erdőkről beszélek, az ültetvényekkel szemben, ezeknek a területét meg kell óvni, főleg Magyarországon, ahol nagyon sok ültetvény van, lehetőség szerint növelni, illetve az idős erdőket, őserdőket, ahol csak lehet, meg kell őrizni, ezek jelentik az egyik legnagyobb kulcsot a klímaváltozással szembeni küzdelmünkben, gondoljuk Amazóniára, ami egy kontinensnyi őserdő gyakorlatilag még mindig. És hát ezzel a képpel búcsúznék, egy igazi öreg erdő normafa környékén, a karantén idején naponta meglátogattam ezt a fát a Mária út mellett, mindenkinek melegen javaslom, hogy sétáljon arra. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen Gáhidi Lászlónak az előadást, elképesztően tartottad az időt, Laci. Viszont van azért időnk még kérdéseket is feltenni, várjuk a kérdéseket, természetesen vannak már előzetesen is kérdések. Én rögtön azt kérdezném tőled, hogy ha megnézzünk akár a Fortepánon, akár más forrásból is régi kárpáti képeket, mondjuk a század elejéről, amikor már a turizmus fényképező gépek felcipelését is jelentette, és megnézzünk mondjuk egy mai képet, mondjuk olyan 1700-1800-1900 méteres magasságból más erdőborítást fogunk látni. 100 év alatt ekkora a változás, például a Kárpátokban is? Hát az kimutatható, hogy az erdő az mászik fölfelé a hegyoldalon. Ugye ez részben annak köszönhető, hogy korábban az alpesi legelők nagyobb területet foglaltak el. Tehát az erdők az egész kárpáti régióban, illetve az alpesi régióban visszafoglalják a korábbi helyüket, de a klímaváltozás valószínűsíti, hogy még egy picit följebb fognak menni, mint ahol voltak mondjuk 100 évvel ezelőtt. Ez egészen bizonyos. A másik az hogy a lucfenyőt például már elég régóta telepítik szerte Közép-Európában. Most megfigyelhető, hogy visszaadja a területet a lombos fáknak, például a bükknek. Ez például Máramarosban, vagy a szlovákiai kárpáti területeken ugyancsak megfigyelhető. Jött is már egy kérdés, illetve több is természetesen, én majd itt közben válogatok, tehát milyen reális esély van egy kopaszra vágott hegy esetében a újrafásításra, ahol a talajt az erózió évszázadok alatt már lemosta. Tehát gondoljunk bele mondjuk egy balkáni karsztvidék esetében, ami mondjuk egy elég szélsőséges példa persze, de hát akkor nyilván azért nézhetünk közelebbi példát is erre. Igen, a Balkánnál, hogyha mondjuk kirándulunk a Dalmát partvidékre, ez nem azért olyan kopár, mert kevés a csapadék, nem az erdőnek megfelelő hely, nagyon is az, de ugye a Velencei Köztársaság annyi fát használt egy időben, nyilván nem csak őket akarom hibáztatni, de ők voltak az egyik meghatározó, hogy lényegében eltávozott onnan az erdőtakaró, és hát ez a mai napig nem tudott helyreállni.
a legeltetés egyébként egy olyan további tényező, ami ezt akadályozza. Ráp szigetén akár, hogyha körülnézünk, vagy Szreszen, ez mai napig így van. Magyarországon, ami jó példa, ugye ezek a budaörsi kopárok, vagy a Balaton felvidéknek a déli része, ezt megpróbáltuk, vagy megpróbálták az elődeink, ugye az 50-es években fekete fenyővel megállítani ezt a talajlehordódást, és a fekete fenyő segített is abban, hogy kialakuljon egy vékony talaj. Ezen aztán van, ahol sikerült az erdőt helyreállítani, van, ahol nem, tehát most is kopár a terület. A fekete fenyő pedig a klímaváltozás miatt részben elkezdett pusztulni, tehát van, ahol megtette a szolgálatait, van, ahol még nem sikerült neki, de valószínűleg már nem tudunk többet támaszkodni rá. Köszönöm, és egy érdekes kérdés, hogyha túrázás közben hatalmas farakásokat látunk, akár arra megyünk többször, még mindig ott van. Ez miért van vajon? Te is álltál ott az őserdő környéken egy ilyen kigászi farakás előtt. Tehát itt erdészeti terveket kell teljesíteni, és csak azért is kivágják, vagy mindig a szükségleteknek megfelelően történik? Hát pontosan a kérdésedben a válasz, tehát itt gyakorlatilag bizonyos kvótákat teljesít az erdőgazdaság, ezt kitermelik, letermelik, és utána, ha nem sikerül eladni viszonylag gyorsan, akkor ez ugye ott marad, és hát sajnos a fajnag minősége is romlik eközben. Arról nem beszélve, hogy vannak olyan rovarfajok, amik petéket raknak a kivágott faanyagba is, és hát elég komoly veszteség éri ezeket a fajokat, hogyha utána a KH-ban végzi ugyanez a farönk. És különböző erdő kezelési módokról is beszéltél. Itt egy kérdés Varga Klárától, hogy az erdőkertek nek van-e jövője Magyarországon? Tehát ezek a garden forestek mennyire terjedhetnek el? Én nagyon keveset hallottam eddig ezekről. Ami mondjuk ilyen erdei növényes, mondjuk szántóföldön termesztjük, például a bodza, az is jellemzőbben így kerül, hogy úgy mondjam, hasznosításra. De hallottam már, meg külföldiek is érdeklődtek nálam is, hogy hol lehetne Magyarországon ilyen példákat találni. Nem tudok róla sajnos, nem egy nagyon elterjedt dolog. És tulajdonképpen nem ehhez kapcsolódik, de azért kérdés, hogy ha már vannak erdeink, kezeljük őket, akkor általánosan hogyan lehet vajon az ellenálló képességüket növelni? Bele tudunk-e nyúlni ebbe? Hát annyira bele tudunk nyúlni, hogy igazából nem is kell tenni érte sok esetben semmit. Tehát, hogyha egy erdőterületet magára hagyunk, akkor ugye elkezdenek azok a dinamikai folyamatok lejátszódni, amik a természetben is. Kidől egy-két fa, elkezd gazdagabbá válni a cserjeszint, elkezd magától újulni, és ez tulajdonképpen, vagy a holtfa nagyobb mennyiségben kezd jelen lenni. Ez tulajdonképpen az ellenálló képességét növeli, egyre gazdagabbá válik az állatvilága is, a gomba flórája, stb. Tehát minél összetettebbé válik az erdő, annál ellenállóbb, és ez gyakorlatilag a magára hagyás. Fel lehet egy picit gyorsítani ezt a folyamatot. Van olyan projektünk, a Tölgyes Life, ami ezt célozza, hogy hogyan lehet létrehozni azokat a kis erdei élőhelyeket, akár emberi beavatkozással, amiknek a során hamarabb válik természetessé az erdő. Egy érdekes kérdés felmerült, hogy nyilván vannak olyan erdők, vagy erdőirtások, amikor állatok élelmezésére hoznak létre területeket. Hát ismerjük azt, hogy mit tudom én, a Kárpáti magashegyi legelő kialakítása, milyen erdőhatár leszorítása járt évszázadokkal ezelőtt már. És ugye ennek a fényében a hús és egyéb állati termékek fogyasztásának csökkentése, vagy teljes elhagyása lehet egy fontos lépés, vagy tulajdonképpen ez így nincs ma már összefüggésben egymással? Hát nem tudom, hogy pontosan értem a kérdést. Én azt gondolom, hogy most a hangsúly nyilván áttevődött az intenzív állattartásra, tehát a legelőterületnek a csökkenése az valószínűleg nem egy komoly tényező. Most itt a vadhús még egy érdekes kérdés, talán ezzel összefüggésben, hogy azt viszonylag kevéssé
hasznosítjuk, vannak erre is elképzelések. Nyilván a vadállomány egész Európában nagyon-nagyon magas szinten van a sportvadászat céljainak megfelelően, ugyanakkor kevés vadhúst fogyasztunk. Tehát nyilván ez a transhumánsz gazdálkodás korában volt igazán fontos, hogy milyen magashegyi legelőket alakítanak ki, mondjuk a máramorosi részen ez döbbenetes méreteket öltött, 1200-1300 métertől már gyephavas van, hiányzik az erdő gyakorlatilag a felső része. De hát ez az inkább egy korábbi kornak igen. A terméke. Sorba jönnek a kérdések, és szerencsére van időnk, ez a szuper. Voltunk Akteleken barlangjáráson, és égett az erdő egy részen. Azt mondta a vezető, hogy a fenyőket égetik, mert tájidegen. Ez tényleg így lehet? És az Alföldön is injekciózzák az akácokat, és kivágják őket. Utána mi fogja megfogni a talajt? Hát ez többszörös kérdés, és akár még messzire vezető is lehet. Igen, ugye Magyarországon a lucfenyő az nem őshonos. Valamilyen, bocsánat, mértékben talán az őrségben igen, de máshol sehol. Igazából Trianon után kezdtük el ültetni a lucfenyőt, olyan helyekre, ahol nagyon megszenvedi például a jelenlegi klímaváltozást, és valóban van egy olyan törekvés, hogy a lucfenyveseket kivágjuk, és utána a helyén más típusú erdőt hozunk fel. Itt az égetés valószínűleg csak abban az összefüggésben került elő, hogy a fakitermelés után a gajakat nagyon gyakran el szokták égetni. Ez nem egy túlságosan környezetbarát megoldás, de a hagyományos gyakorlatnak a része. Ami az akácot illeti, csak védett területen jellemző az, hogy ilyen injekciózással, stb. Igyekszünk tőle megszabadulni, tehát ez egy nagyon természetvédelmi szempontból nagyon hátrányos fafajról van szó, tehát nitrogénben feldúsítja a talajt, nagyon sok olyan mérgező anyagot juttat a talajba, ami miatt más növény nem tud fennmaradni, tehát ahol akác erdő van, és más szeretnénk a helyette, ott borzasztó nehéz tőle megszabadulni, de természetvédelmi szempontból ennek komoly jelentősége van. Aki esetleg attól fél, hogy ezen keresztül nem lesz Magyarországon akác, annak azt mondom, hogy az erdeink a negyede gyakorlatilag akácos, tehát ez 500 ezer hektárról beszélünk, úgyhogy nincs veszélyben a méztermelés, nincs veszélyben az akác, mint tűzifa. Az ország egy részén nem kéne, hogy akácosok legyenek. Ugyanúgy, ahogy olajpálmának sem kéne lennie mindenhol, ahol egyébként esőerdő lehetne még mindig. És amire egyáltalán az akácot behozták, talajmegfogása például, az mennyit változhat ezáltal? Vagy azt mondod, hogy bőven marad még akác, és olyan mennyiség ez, amelynek nincs hatása? Hát ugye a homokot mással is meg lehet fogni. Az ország egy része az gyakorlatilag fátlan lehetett már a honfoglalás idején is, tehát a gyepi vegetáció ugyanúgy meg tudja kötni a homokot, illetve a nyárasok az őshonos alternatívája tulajdonképpen az akácnak. Tehát volt egy olyan időszak az országban itt az 1900-as évek vége, a 20. század eleje, amikor nagyon-nagyon komoly elsivatagosodás veszélye állt fent, tényleg porviharok voltak az Alföld közepén, akkor valóban indokolt volt ez a roham tempójú erdősítés, illetve hát fogalma nem volt az akkor itt élt embereknek arról, hogy milyen problémákat okoz idegenhonos, tehát észak-amerikai fafajoknak a behozatala. Egyébként megjegyzem, a világ másik felén az európai fajok okoznak irtozatos problémákat, tehát ezt mondjuk 100-150 éve ezeket nem tudtuk. Most viszont már azért konszolidálódtak a viszonyok annyira, hogy ne az akác legyen az egyetlen megoldás. Itt a végén több nagyon érdekes ábrát mutattál, és rögtön érkezett is erre egy kérdés, és ugye én is arra beszéltem az előadásom, hogy adatok kellenek ahhoz, hogy lássuk a jövőt. A szénmegkötés görbénél előrevetítéssel volt feltüntetve a fatermelés a folyamatosan fennmaradó erdővel szemben. Ez a becslés mi alapján készült, hogy lehet kiszámolni az erdő és az ültetvény szénmegkötését? Hát ez tulajdonképpen egy modellezési feladat, ez a cikk, vagy ezek az ábrák egy amerikai, észak-amerikai cikkből származtak. Gyakorlatilag
tudjuk azt, hogy például egy ültetvénynek mi az életmenete, hogy úgy mondjam, tehát hogy onnantól kezdve, hogy eltelepítjük, milyen módon változik a fatömeg, mekkora lesz a fatömeg egy hektáron, amikor kivágjuk, és hogy ez hogyan fog az időben előre haladni. Tehát, hogyha ezt 100 évre elnyújtjuk, tudva, hogy mondjuk mennyi a vágásforduló, akkor rá lehet rajzolni egy grafikonra azt, hogy ez mennyi fatömeget, és ezen keresztül mennyi szemet fog jelenteni. Ugyanígy mellé lehet tenni azt is, hogyha más erdőgazdálkodási üzemmód van, vagy pedig nem nyúlunk hozzá az erdőhöz. Tehát nyilván akkor egy ilyen nagyon lassú növekedésre tudunk számítani, vagy pedig adott esetben egy állandó fatömegre, egy állandó széntárolásra. Egyébként ezt szokták ugye Amazóniának is felróni, hogy úgymond nem növekszik az ott tárolt szén, na de nem növekszik, de egy hatalmas mennyiséget jelent, egy nagyon magas szintet jelent. Tehát, hogyha most nekiállnánk ott is, mint ahogy nekiállunk is a szélein ültetvényeket létrehozni, azok az első néhány évben óriási mennyiségű szenet kötnek meg, de soha nem érik el azt a szintet, amit egy esőerdő viszont igen. Igen, ezzel kapcsolatban érkezett egy kérdés, hogy egy tavalyi cikk szerint a fiatal erdők jobb szénkötő képességűek, és hogy nem ez volt a várakozás, ugye erre utaltál részben. Igen, tehát ez borzasztó könnyű így elképzelni magunk elé, hogyha veszünk egy üres poharat, és abba elkezdjük tölteni a vizet, az nyilván egy növekedést jelent a szemünk láttára, tehát ez történik, amikor ugye elkezd megnövekedni mondjuk egy nemes nyáras ültetvény, egyre jobban híznak a fák, egyre nagyobb, egyre hatalmasabb, aztán utána egyszer csak levágjuk mondjuk 30 éves korában, és megint üres lesz a terület, vagy a pohár. Ugye egy őserdő az pedig egy teli pohár, egy hatalmas pohár, aminek nem változik a vízszintje, viszont ez a lényeg, tehát a szén, az legyen tárolva, nem az a lényeg, hogy ugye ez a folyamatos kivágjuk, megkötjük, ez semmire nem jó. És hogyha a klímaváltozást is ide vesszük, egy nagyon érdekes, eddigek is persze érdekes kérdések voltak nyilván, hogy a klímaváltozással azok a például őserdők, amik vagy idős erdők, amik a Dunántúlon jelen vannak, és sanyargatja őket a klímaváltozás, azoknak mi lesz a sorsa, vajon ilyen esetben nem lenne érdemesebb arra helyezni a hangsúlyt, hogy a jelenleg délebben meglévő vegetációba, vagy flórába kialakítani természetközeli erdőket. Mert úgyis azok lesznek nyerő helyzetben, mondjuk egy esetleg évszázados távlatban. Igen, erre vannak elgondolások, és az erdészek hajlanak is rá, hogy már előre meneküljünk, hogy úgy mondjam. Egy viszonylag, hogy mondjam, salamoni megoldás, vagy igazságosnak tűnő megoldás, hogyha azt mondjuk, hogy a védett területeken lehetőleg ne folytassunk ilyen jellegű kísérleteket túl nagy elánnal, mert nem ez az egyetlen megoldás. Nem védett területen, tehát védett területen kívül meg lehet próbálkozni ezekkel a déli származásokkal. Amit egyébként érzékeltetni próbáltam az elején még az előadásomnak, hogy az erdő az ugye saját maga elkezd menni a klímaváltozás után, és nem feltétlenül van arra szükség, hogy mondjuk egy bükkös helyén tölgyest hozzunk föl, mert a bükkös alján is ott vannak a tölgymagoncok, és hogyha ezeket segíti az egyébként kíméletes erdőgazdálkodás, akkor 100 év múlva úgyis egy tölgy dominált erdő, vegyes erdő lesz annak a bükkösnek a helyén, hogy nem cseréljük le egyik évről a másikra. Tehát természetes erdőkben, védett területen főleg ez a megoldás, hogy hagyjuk az erdőt, vagy egy nagyon picit segítjük, vagy olyan erdőgazdálkodást folytatunk, ami ebbe az irányba mutat. De nyilván nem ördögtől való, itt azért én óvnám a bárkinek a gondolkodását attól, hogy ilyen hirtelen megoldásokat támogasson. Gondoljunk arra, hogy például örökzöld fafajok egyelőre messze nincsenek Magyarországon, pedig tőlünk délre Horvátországban bőséggel, mert azért nem változik a klíma olyan hihetetlen gyorsasággal, azért még vannak fagyok a télen, és így tovább, tehát nem tudjuk pontosan, hogy a klímaváltozás milyen irányt vesz. És még itt egy kérdés a végén felmerült, hogy vajon a rekultivációs tevékenység során, tehát egy olyan felszínen, amit az ember már nagyon átalakított, itt a példaként az óbudai agyagbányák szerepelnek, de hát máshol az országban is vannak ilyen helyszínek. Ezek az őshonos fafajok mennyire tudnak vajon
itt megtelepedni, ahol nyilván nem olyan a domborzat, mint korábban nem olyan a talaj, illetve ehhez kapcsolódik még nyilvánvalóan fővárosi a kérdező, hogy mi a vélemény a budapesti szélcsatornák erdősítéséről? Hú, lehet, hogy egyik kérdésre sem tudok igazán jó választ adni. Nem nagyon néztem meg még közelről ilyen agyagbányát. Azt tudom, hogy ezeknek a rekultiváció azért nem könnyű, tehát itt elsősorban pionírfafajok, tehát olyan apró magú nyírek, nyárak jönnek szóba első körben, amiket könnyebb ilyen helyeken felhozni, hogy ami a saját emlék a Gánt környéki bányáknak a rekultivációja az ilyen nyárfélékkel történik, tehát hogyha az őshonosakra gondolunk. Én azt gondolom, hogy az ilyen viszonylag kis méretű tájsebek esetén többféle dolga megpróbálkozhatunk, azért én az őshonosokat támogatnám mindenhol, ahol lehetséges. Hát a szélcsatornák, nem teljesen értem, hogy az összefüggés, de én azt gondolom, hogy az erdőknek a puszta léte az egy szélcsatorna szempontjából nem problémás, tehát... Legalábbis a mi szeleinket. Igen. És még egy kérdés volt itt, amit fel akartam tenni. Igen, hogy a különböző fafajok között a megkötött széndioxid mennyiségében van-e számottevő különbség? Mindenképpen van, hiszen például ha a tölgyre gondolunk, és annak a faanyagára, az sokkal sűrűbb, sokkal nehezebb, sokkal több szenet tartalmaz, mint mondjuk a puha fáké. Tehát ezért is fontos az, hogy olyan őshonos fafajokból álljanak az erdők, amik ilyen hosszú életűek, és hát ha ránézünk ugye arra a tölgyre, amit az utolsó képen mutattunk, ez egy iszonyatos fatömeg. És ugye egy ilyen őserdő, vagy egy ilyen természetes erdőben nem csak az öreg fákban tárolódik több szén, hanem a cserjeszintben is. Tehát egy gazdagabb, szintezettebb erdőben mindenképpen több a szén, de visszatérve az eredeti kérdésre, igen, tehát egy könnyű, puha fában jóval kevesebb. Egyébként ezek a fák alacsonyabb termetűek is, vékonyabbak, nem élnek olyan hosszan, egyértelmű, hogy vannak, amik ennél sokkal-sokkal hatékonyabbak, hosszú távon persze. És egy kicsit átfogalmazok egy kérdést, ami úgy fog ezáltal szólni, hogy ti erdőökológusok, biológusok éreztek-e változást, vagy láttok-e konkrét különbséget egy természetes klímaváltozás során bekövetkező erdő átalakulás és az ember által okozott klíma ingadozások hatásai között. Tehát mondjuk egy föltörténeti klímaváltozás erdő hatása, mondjuk őskörnyezetkutatásnál, és a mai változás között mi a különbség? Hát nehéz ugye külön választani a természetes folyamatot attól, hogy mennyire megváltoztattuk mi magunk az itteni erdőket, tehát csak ugye visszautalva a németországi példára, nem pusztult volna el ilyen mértékben az a lucfenyves, ami ugye szürke volt a fotón, és ugye a szú bogarak gyakorlatilag letarolták az egészet. Valószínűleg ilyen esemény mondjuk 1000 évvel ezelőtt nem lépett volna föl, hogy ameddig a szem ellát minden elpusztult, de nem csak azért, mert lassú volt a klímaváltozás, hanem azért is, mert nem így néztek ki az erdők. Nem egyik luc mellett egy másik luc, a másik luc mellett egy harmadik, hanem ugye vegyesek voltak az erdők. De nyilván itt nem megkerül a kérdés, hogyha ezt elemeznénk, és tényleg pollenanalízis, stb. Valószínűleg ez jó, könnyen kimutatható lenne, hogy egy fokozatos fafaj cserével szemben, ami régen jellemző volt, most azért egy durvább, gyorsabb változás, aminek a tanúi vagyunk. Még egy kérdés, ez nem cseten érkezett, de feltették már nekem korábban előtte, utalva például a büki kövek alatti tarkul környéki erdőirtásra, hogy oda visz például egy tanár egy osztályt az őserdőbe. Hogy tudja a diákoknak a legvilágosabban megmutatni, hogy ez egy őserdő, és ne csak a trópusi őserdőkre
gondoljunk, amikor őserdőről van szó? Ez jó kérdés. Ugye általában, ha trópusi őserdőkre gondolunk, akkor a síkvidéki esőerdők ugranak be. Tehát ugye ilyen nagy palánk gyökerekre számítunk, meg liánokra, meg tehát a kúszó növényeknek a tömegére. Na most 150-200 évvel ezelőtt, amikor még voltak őserdők a nagy folyóink mentén, azok többé-kevésbé így néztek ki, még a mérsékelt égőben is, tehát a hatalmas ilyen terpesztett törzsű fákból álltak. Egyébként Romániában, ha átugrik az ember, Arad mellett van még a Maros mellett olyan nagyon-nagyon öreg ártéri erdő, ami picit hozza ezt a képet. Tehát az, hogy karvastagságú liánok lógnak a fáknak az ágairól, az nem egy szokatlan dolog. De azért nem akarom ezt ennyire összehozni, mert nyilván egy trópusi esőerdő sokkal összetettebb. Viszont ha a trópusokon is följebb megyünk a magasabb hegyekbe, akkor eltűnnek ezek a jellegzetességek, és egyre hasonlóbbakká válnak a mi erdeinkhez, legalábbis így nagy durva rátekintése. Ami szerintem egy nagyon jellegzetessége az őserdőknek, az az, hogy vannak benne ősöreg fák, vannak benne olyan fák, amik nem egyenesen nőnek, hanem össze-vissza, nagyon nagy a változatosság, és nagyon sok holtfa van benne. Tehát, hogyha valaki egy ilyet lát, akárhol, az jelentheti azt is, hogy egyébként ott tényleg nem volt erdőgazdálkodás mondjuk 150 éve, véletlenül kimaradt egy pici holt, és bizony-bizony az őserdőnek a jellegzetességeit mutatja. És még itt a végére egy érdekes kérdés, ami tulajdonképpen a már évszázados távlatban is visszavisz minket. A 20. század elején is, meg a 21. század elején is volt egy-egy nagy széldöntés a Magas-Tátrában. És igaz-e, hogy ez szinte csak a betelepített luccot érintette, ami ugye a mesterséges telepítés, bár mikor volt, aztán 2004-ben volt, vagy már... Hát 2004-ben ilyen... volt, és a 1915-ös telepítést érintette. Tehát és a 15-ös kollégát... telepítés az szintén széldöntéses. Igen, volt. Igen. És a szlovák kollégák meg is jelzik, hogy ez még a mi számlánkra írható, tehát ugye ez még a monarchia idején történt, ez az ellucosítása a Tátra aljának. Azért ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogy akkoriban nyilván ez nem egy nemzetiségi szempont volt, hogy ki hogy gondolkodott, akkoriban nagyon sok helyen lucot ültettek ilyen magashegyi környezetbe. Én azt nem gondolom, hogy kizárólag a luc telepítés volt ennek az oka, mert ez egy olyan időjárási helyzet volt, hogy valószínűleg majdnem mindent leborított volna, de az például megfigyelhető, hogy a vörösfenyők állva maradtak. Ugye a vörösfenyő az addigra, mikor történt ez a szélvihar ilyen november-december táján, már nem volt lombja, ugye egy lombhullató fenyőről van szó, nem tudott belekapaszkodni a szél, és egy picit mélyebben is gyökerezik, mint a luc, tehát azt lehetett látni, hogy a luc az mindenhol fekszik, a vörösfenyők pedig állnak benne. A természetes helyzet az lett volna, hogyha lombhullató fák is vannak ebben az erdőben, mert akkor azok is állva maradtak volna. De annyiban igaz ez a kérdésben megfogalmazott koncepció, hogy igen, tehát ez a monokultúrás telepítés, ez nagyon komoly oka volt annak, hogy ilyen durva tarolást okozott a szél. Igen, hát ez jó, hogy most már majdnem 200-an nézzünk téged, és emlékszem, hogy ha 200-an figyeltek volna 2004-ben, amikor a híradóba bemondták, hogy elpusztult a Magas-Tátra, konkrétan emlékszem erre a mondatra, akkor azért egy kicsit meglepődtem, hogy hát ahhoz kellenek még földtörténeti korok, hogy elpusztuljon, vagy átalakuljon. De ennek kapcsán azért jött még egy kérdés, és beleférünk még szerencsére az időbe, hogy igaz-e, hogy nő az utóbbi időben a széldöntések száma, és nem csak a Tátrában nézve? Növekszik, igen. Én magam is egyébként a doktorimat olyan területen, a Börzsönyben készítettem, ahol a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején széldöntések is nagy számban előfordultak, meg jégtörések is. Tehát a jégtörés ugye az, amikor ugye az ónos eső elkezdi lepakolni a terhét, és utána egyszerűen elroppan alatt a fatörzs. Ilyen volt egyébként itt a budai hegyekben is 13 végén, ha jól emlékszem, illetve a Pilisben, tehát a Dobogó környékén például most is eléggé csapzottak a
Az erdők, illetve az Alacsony Tátrában, tehát hogyha valaki az Alacsony Tátra Nemzeti Parkon keresztül utazik, hát amerre néz, csupasz hegyoldalakat lát, ugye megtörténtek ezek a komoly viharok, és utána összetermelték a ledőlt állományt, és hát sajnos mesterségesen kellett újra telepíteni. Ebbe egyébként komoly húzakodás van általában az erdész szektor és a természetvédelem között Szlovákiában is, mert az erdőket tulajdonképpen természetesen is meg lehetne újítani, és akkor egy kicsit jobban el tudnánk kerülni azt, hogy megint 100 év múlva hasonló csapás érje őket. Köszönöm szépen Gáhidi Lászlónak, az előadás sok-sok kérdésre adott választ, tehát pont ez a chat folyam, aminek nem is tudtam minden kérdését átadni, mutatja azt, hogy milyen éles kérdés van, és milyen élénk az érdeklődés az erdők iránt, és a klímaváltozás, és az erdők kapcsolata iránt. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a kérdéseket, és meg a figyelmet, és köszönöm szépen! Sziasztok!